A tavalyi nagy siker után idén is megrendezték a gyermekek napját a Hunyadi Városi Népmese játszótéren július 29-én szombaton. A gyerek délután középpontjában a mesék álltak, a kicsik és családjaik bábelőadáson, interaktív gyermekműsoron és zeneovi foglalkozásokon is részt vehettek. El is indult. Tette jobb lábát a bal elé, bal lábát a jobbik elé, ahogy egy éves korában megtanulta, azóta gyakorolta. Többféle kézműveskedés, buborékfújás, valamint az elengedhetetlen csillámtetoválás is várta őket. A Kecskeméti Társasjáték körvezetésével logikai és ügyességi játékokat próbálhattak ki a résztvevők, például megpróbálták szétszedni az ördöglakatot, vagy kirakni a Rubik kockát. Főcél az, hogy be tud lőni ezt a golyó Tamás neked. A délután folyamán karikatúra készítésre is sor került. A Hunyadi Városi Fiók Könyvtár közreműködésével mesefoglalkozás is volt a legkisebbeknek. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatósága pedig természetismereti foglalkozásokkal várta az érdeklődőket. Pászti András, a városrész önkormányzati képviselője nyitotta meg a programot, aki elmondta, a családi rendezvény összefogás eredményeképpen valósult meg. A Hunyadi Városi Tanácsadó Testület, az Akikért a Déli Harang szól a Hunyadi Városban Egyesület, a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatósága és a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió együttműködésében. Azt szeretnénk, hogyha minden gyermek a mai 4 óra alatt boldog lenne, és jól érezné magát itt nálunk a Hunyadi Városban, és hát a gyerekek egy része ugye nem tud eljutni a Balatonra, nem tud eljutni külföldre nyaralni, viszont ez a mai délután, ez én úgy gondolom, hogy mindenki számára elérhető, ingyenes, és remélhetőleg ki tudnak jönni, és itt velünk együtt jól érzik majd magukat. A gyermekek napján a programok a Hunyadi Városi Közösségi Ház udvarán és a Népmese játszótéren zajlottak, emellett kinyílt a Korvin Mátyás általános iskola műfüves pályája is a gyerekek előtt. Tavaly több mint 300-an vettek részt a programon, idén még több gyermeket és családot mozgatott meg a rendezvény.